3 millió dollárért, ami 600 millió forint, ugye eladó... Ezt mindenki tudja. De ide van írva zárójelben, muszáj volt felolvasni. Aki ne tudná kapásból, hogy mennyi 3 millió. Amennyiben oda van írva. Én eladó, nem tudom. De most már tudod? Most már igen. A 600 millió forint. A eladó az a pazarház, amelyben a keresztapa esküvői jelenetét vették fel, csak nem 4 évtizede. A New York-i Staten Island-en álló 8 hálószobás Tudor épületet, ugyanazok a tulajdonosok... Kicsit farkasház is volt ez is. Akkor Tudor épületet ugyanazok a tulajdonosok árulják, akik annak idején Marlon Brando-nak, Al Pacino-nak és a rendező Francis Ford Coppola-nak nyitottak ajtót. Amikor mondjuk olvastok hirdetéseket, ilyen nem olvastok, de ilyen ingatlanos hirdetések, akkor olyan házárak vannak, itt Pesten akár 500 millió forint, meg 600 millió forint, hogy hát borzasztó kevésnek tűnik, ezért ugye aki látta a filmet, gondolom majdnem mindenki látta, annak nagyon ott van az elemében. Egy szoba ott jut a Marlon Brando. Hagyjál már hülyeségeidre! Vagy nem, hát nem is láttam a kozatot, hogy milyen, hogy van-e benne fiadőségével a szájában. Úszó medence is. Igen, a világon. De nekem mindig az jut eszembe, hogy az testvérét ott nyírta ki, hogy kinézem. És emiatt nem venném meg, mert a pénz leszarom, de emiatt valahol. De az film volt, ez nem a való világ. Ja! Film volt. Szóljatok már, mert ilyenkor már hüllök este. Miért lehetne a keresztapának megcsinálni a gyerek változatát? Kereszt gyerek? És akkor vízipisztolyjal ott elrendezik, mi? Hát egy szilva nem fér a szájába, mint Marlon Brandónak. Akkor mit? 15-ös. Dunakavics. És mire vége a forgatásnak, kirohad a foga. Istenem, a Dunakavics, de jó volt az jó, régen. Nagyon örültünk neki. Van Dunakavics. Van, csak már pont az a 4 zacskó van meg, ami régen is megvan. Ott nagyon kemény. Ez egyébként egy fogam nincs hozzá. Azt hiszitek egyébként. Van, csak ki kell venni. De ti játszottatok gyerekdarabba? Biztos valamikor. Nem tudom akkor milyen volt a stílus, én most így megnéztem, mert érdekel, Centrál Színházban Hangvillatitka ez a címe, mindegy, és egy gyerek menet közben fölordított a negatív főhősnek, hogy megdög lesz! Hát a Úttörő Színházban úszöggel lőtték meg a neves kollégákat. Volt ilyen régen? Nekem pont tegnap mesélte a Hass van der Peti, ő sokat játszott gyerek előadásban, és itt magyar hangja a Hass van der Peti. Igen, nagyon-nagyon helyes. Akinek magyar hangja a keresztem. De ott nem az volt, hogy majd hétvégenként, hanem minden nap gyerek előadás volt. Mondta is a Péter, hogy aki azt mondja, hogy jó gyerekeknek játszani, meg hálás közönség, az hazudik, ne olyan kegyetlenek. És mondta, hogy egyik mesejátékban ő volt a főgonosz, és a gyerekek folyamatosan tapsolni, negróval dobálták a fejét. Azt mondja, hogy ez nem is volt baj, mert hát gyerek, édes gyerek lelke van, és a negatív főhős dobálja. De a János Vitézben másnap, amikor a Bagót játszott, aki egy kedves helyes szolga, akkor is dobálták negróval a fejét. Emlékeztek. Én mondtam a Petinek, hogy biztos, hogy emlékeztek rá, hogy negatív főhős. Gyerekek, hát érteni kell a gyerekek nyelvén. Én most már a harmadik gyerek előadásom van, a bárkába csinálunk egy ilyen zene, jazz, tehát ilyen jazz kakaó koncert a gyerekeknek, és nagyon jól elbírok a gyerekekkel, de mondjuk 3 napot kell aludnom utána. Senki nincs otthon? Bár megmondom őszintén, már úgy ébredni, hogy eleve 2:30-kor fekszem le, és akkor 3:45-kor valaki azt mondja nekem közelről. Gyere ide, akkor Cisza, gyere ide, akkor megsimogatom, akkor azt mondja. Hát azt én szoktam mondani. Akkor jó, elalszunk, és egyszer csak belehasít az agyamba a fájdalom, mert ő kiharapott a szakállamon. És amikor azt mondom neki, hogy akkor még ő ijed meg, és megy el szomorúan egyébként a szoba sarkába, hogy én miért vagyok egy ilyen állatkézzel. Nagyon nehéz a macskának. Hogy neki se lehet könnyű. Gazdát keresünk a macskának, és ha beválik, akkor a gyerekeknek is. És én is mennék valahova. Én K voltam a kígyó, beugrottam a darabba. De hogy miért pont te voltál a K, ez egyszerűen... Beugrottam, és akkor én már terhes voltam. És ott rajtam egy ilyen ruha, és volt egy kékos. És mondtam, hogy kecskét ettem.
Ugyanilyen kegyet... Nem várjuk meg, amíg kijön. Ugyanilyen kegyetlen gyerekbe szól, de meg a gyerek szólt, de ugyancsak kát játszotta a Méhes Laci, még játszani igen, még a ízébe, és a Méhes Laci kis sörhasat eresztett. Egy kegyetlen gyerek hang ennyit szólt be a nézőtérről. Anya, miért van sörhasa a kígyóna? Közben a Laci meg tekerget. Nagyon jó. És azok a gyerekek, akik azóta felnőttek és találkoznak a Jucival, azok most azt mondják, hogy a néni meg tevét eve. A Vörös-tengeren megszaporodó cápatámadásokra reagálva egyiptomi tisztségviselők közölték, nem lehet kizárni annak lehetőségét, hogy egy jól megtervezett izraeli titkosszolgálati akció keretében a Mossad engedte vízbe a ragadozót, hogy elriassza a turistákat a Vörös-tenger partvidékéről. De azért most egy feló, Aviv Lévi, az Izraelben működő Vörös-tengeri Obszervatórium vezetője szerint a támadásokért egyetlen cápa lehet a felelős, amely valószínűleg érzékszervi hibákkal rendelkezik, így nem tudja megkülönböztetni a halakat az emberektől. Süket vak, minden baja van? Körül van, Metélnek. De ez a tipikus zsidó cápa, hogy a pályesz, ahogy lóg a szemébe, nem rá. De hogy? És miközben úszik, azt mondja, hogy mi van el a de hogy lehet ilyet kitalálni, hogy a Mossad tette oda be? Ez olyan, mint nálunk az 50-es években Tito búvárjai a Dunában. Soha senki nem látta őket, egy ország harcolt elő. És azt tudjátok, hogy a Mossadnak a tenger alatti egységét hogy hívják? Hát az a Mossad. Nem, én magam moszok. Ennyit a cápától. De citromcápa volt, ugye az a... Az milyen? Savanyú? Úgy hívják, hogy citromcápa. Citromcápa az pici, nem? Igen, hogy kicsi, nem nagy méretű. Teddy biztos találkozott vele. Az biztos. Attól függ, mi sarap lehet. Én, ha magamat megharapom, az is. Dobutcából ment ki állni. Teddy találkozott. Gyerekek, ha Teddy találkozott a cápával. Ilyen nagy akváriumban vitték ki. Mindenkivel találkozott, és legyőzte a Teddy a cápát. Bemattoltam. Víz alatt. Nagyon nagy dolog. Két cápa találkozik, azt mondja az egyik, mondja Grün magának!